Együttműködő partnerünk a Synchro Searcher Hungary. Sziasztok! Geri vagyok. Az az igazság, hogy erre a vidékre, ahol én lakom, nagyon későn érkeznek a Yu-Gi-Oh! Productok, úgyhogy csak most sikerült szerezni a gyönyörűséges 2020-as tinből. Na most! Először is elmondanék nagyon érdekes véleményt erről, ugyanis láttam, hogy már jó páran megelőztek még Magyarországon belül is, hogy erről készítsenek bontás videót, de egyik videóban sem láttam ilyenfajta kritikát. Teljes mértékben elégedett vagyok egyébként ennek a tinnek a kinézetét, ami gyönyörű, ez az egész stílus, egyébként nagyon szeretem az ilyen old school dolgokat, mindent, tehát tényleg ez nagyon szép hatása van meg minden. De mi a jó ég köze van ennek az egésznek a benne található lapokhoz? God damn it! Legalább raktatok volna bele picike kis mindegyikbe egy pici ezer éves ikonfigurát, vagy a promólapok közé valamilyen DMS cuccot, vagy mit tudom én, Millennium tokenek, vagy mit tudom én. Nem mondjátok azt nekem, hogy a Red Ice Dark Magician Fusion Dragoon miatt kellett ilyen kinézetének lennie. Ettől eltekintve nagyon tetszik, meg minden, tehát tényleg abszolút nem akarok kötekedni, csak ezen egy kicsit kiakadtam. Semmi probléma, na, egyébként egy nagyon jó produktról van szó, nagyon jó cuccokat lehet belőle nyitni, amiket én szeretnék, már most leszögezem, hogy tudjunk nagyon ordibálni, Ivy Mascarena, Borello Savage Dragon, Apalooza, mert miért ne, Pot of Extravagance, meg hát akkor a Dragoont, hogyha kibontjuk, akkor is üvöltünk, de szerintem az nem fog jönni, de ha igen, akkor jót nevetünk és ordítunk együtt. Bontsuk ki! Na, közelről is meg tudjátok nézni, bár már szerintem, mivel annyi videó volt róla a neten, ezt már biztos ismeritek, nem kell bemutatni. Nice. Na és lássuk az igazság pillanata. Sejtettem, hogy... Sejtettem, hogy Európában nem fog olyan szépen kinézni, ugye, mint ahogy Amerikában, de mintha látnék egy nagyon halvány kis aranybeütést, úgyhogy ennyit most kaptunk. Most azért jóval kövérebb egy ilyen megapak, már 18 kártya van, tehát dupla annyi, mint egy rendes boosterben. A Savage Strike, Dark Neostorm, Rising Rampage és Chaos Impact boosterekből lehet benne lapokat bontani. Ahogy egyébként ma munkába szétcsesztem a kezemet, szóval ezt nézzétek el nekem. Na, nézzük is akkor a három nagyon cuki kövérke megapakkot. Ugye? Minden megapakban gondolom nem kell bemutatni, található egy rare, super rare, ultra rare és egy prismatic secret rare kártya, és ugye a többi pedig common, ez a megapak lényege. Gardragon Shield, Salamangreat Fuxer, Dark Factory of More Production, Neospace Connector, Chaos Betrayer, Dino Wrestler, Martial Ankylo. Ó, egy szuper rare-rel kezdünk, Pendulum Halt, igen, aztán jön a Secret, vagy nem tudom, még egy szuper rare. Ó, tehát most két szuper rare-t kaptunk benne. Astragulls. Na, ez meg sem volt eddig. Most jön a ultra rare. Witchcrafter. Pottery. Ez cuki. Nagyon aranyos. Most jön a secret. Nem. Még egy ultra rare. Fusion Destiny. Teljesen elvesztettem a fonalat. Jó, tehát két szuper, két ultra és egy secret. Destiny Hero Dominance. Értem, és most jön egy rare, igen. Ussolj már! Bocsánat, csak a szellemek itt mögöttem. Linkmail Archfiend, Gladiator Beast, Vespasus, Infinitruck Brutal Dozer, Marincess Current, Fists of the Unrivaled Tenny, Defender of the Labyrinth, Hop-Ear Squadron, és vissza. Hát ez a secret nekem annyira nem tetszik, úgyhogy szeretnék valami szebbet. Gyerünk.
Még szerencse, hogy nem csak egy csomag volt benne. Ugye dár, salamangrejteket nem szeretjük, de azért cuki. Fusion of Fire az azért menő hozzájuk. World Chalice, Guar Dragon, Almarduk. Speed Burst, Dragon. Mordslug. Time Thief, Bezelshift, szia Gradian. Witchcrafter Creation. Signet Mining! Ennyi. Na, ez egy rohadt jó reprint. Nem nagyon használom, de jó, hogyha van. Tehát jó belőle így a mai manapság, úgyhogy ja. Successor Soul. Ez csak nem a Blue Eyes-okhoz van, ez egy Blue Eyes rajta. Wow, ez rohadt jól néz ki. Na, ez a pakk ez már jobbnak ígérkezik. Oh, egy Link. Oh, Infinite Rock Goliath. Jó, nem baj, még a Secretben bízhatunk. Ó, egy X-Seize. Gallant Granite. Nem erre számítottam. És egy Time Thief Regulator. Egy Tennyi Varázs. Egy Bash Blaster Cannon Core. Galactic Spiral Dragon, nagyon jó. Rank 8-as support. Vessel for the Dragon Cycle. Ez is a Tennyikhez gondolom. Ó, oh, egy Evil Eye kis fiend, Infinite Rock Tunnel Veiler, és vissza az elejére. Harmadik megapack, gyerünk. Hát egyet sem sikerült eddig még kibontani abból, amit akartunk, de legyen itt, kérlek. You're in danger! Wow. Salamangreat, Pharaoh, Valkyrie, Fanfte. Salamangreat, Violet Chimera. Salamangreat, Sunlight Wolf. Guard Dragon, Garmides. Witchcrafter, Scroll. Igen. Evil Eye, Retribution. Igen, egy Link. Marine Cess, Marbled Rock. Ő egy szikretes volt, szép, igen. És egy Witchcrafter, Holiday. És az utolsó szikretünk, gyerünk! Egy Draco Masters of the Tennyi. Nem sikerült kibontani azt, amit szerettem volna. Emperor Maju Garzett, Tennyi Spirit Nahata, Evil Eye Confrontation, Rising Fire, jól néz ki, Witchcrafter Drapping, Marine Cess Battle Ocean, Gladiator Beast Charge. És Dangerben vagyunk. Na, hát nem valami kecsegtető, de senki ne pánikoljon, ugyanis van belőle még egy, de ezt a következő bontás videóban láthatjátok, és nem tőlem, hanem a kollégámtól, Viktortól. Úgyhogy találkozunk a következő videóban. Sziasztok!